Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Női Unió kezdeményezésében, ha lehet ezt így mondani, egy szakértőhöz jöttünk el, méghozzá nem is akárkihez, dr. Fehér Éva, Magyar Női Unió támogató tagja, aki egyébként orvos is, és az ő tolmácsolásában szeretnénk hitelesen bemutatni ezt a COVID-19 vírust. Egyszerűbben elmondva, hogy mindenki számára érthető legyen, tudod, a Magyar Női Unióban eleve a vidéki nők, a vidéki családok, akit mi próbálunk erősíteni, segíteni, információval ellátni, hogy Éva, hogy miket üzensz nekik. Lennének kérdéseim is, ha megmondhatom, és kezdenénk is ezzel, hogy mi is ez a vírus. Tisztelt hölgyek az ország minden csücskébe. Én nagyon-nagyon szívesen és tényleg saját felajánlásból szóltam, hogy egy ilyen érthető és megfogható nyelven, főleg azoknak üzennénk, akiknek nincs idejük arra, hogy egész nap a tévé előtt üljenek, és azért nem ezeket az orvosi nyelvezettel állandóan előadó dolgokat hallgassák, vagy esetleg szakirodalmat olvassanak. Tehát egy ilyen magyarra lefordított, ilyen köznapi nyelven beszélnék egy pár szót a vírusról, meg azokról a javaslatokról, amit be lehet tartani, és akkor talán könnyebben átesünk, vagy egyáltalán nem betegszünk meg. Tehát tudjuk, hogy ez egy kórokozó. És ez egy lipid burokkal rendelkező, egy egyszálas RNS vírus. Ez azért fontos, mert ez a genomja, tehát ez a vírus szerkezete, és ezt tudják detektálni bizonyos teszttel. Ez a vírus 2019 év végén került azonosításra Kínába. Az elnevezése súlyos, akut légúti tünetekkel együttest okozó koronavírus 2. Így hívják a vírust, angolul ez a 2 SARS-CoV-2. A betegség pedig, amit ez a vírus tud okozni, azt hívják COVID-19-nek. Ez embert és számos állatfajt képes megbetegíteni, madarakat, emlősöket, képes állatról emberre terjedni. Jelenleg 7 ilyen koronavírus ismert a világban, ami képes humán fertőzéseket és megbetegedéseket előidézni. A fertőzés forrása, a jelenlegi járványnak a fertőzés forrása a beteg, és a tünetmentes ember is lehet fertőző képes. A terjedési módja sajnos emberről emberre terjed, és jellemzően cseppfertőzéssel, és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal. A lappangás ideje, ez egy 5-6 nap, de egy naptól 14 napig is ki tud terjedni ez a lappangás idő, és amiről nagyon fontos, hogy beszéljünk, ez a vírusnak a fertőző képessége. Ez a fertőző képesség a tünetek elején a legnagyobb, de sajnos pekünkre van egy olyan, hogy a tünetmentes ember is tud fertőzni, és az tünetek előtti napokban is tud fertőzni, tehát azt se tudja szegény, hogy beteg és fertőző képes, ezért nem lehet leállítani ezt a borzasztó nagy fertőzöttségét a vírusnak, mert ez száll, ez repül, ez megy és fertőz. Valószínűleg a tünetek súlyossága arányos a fertőző képességgel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha valaki nagyon-nagyon beteg, az a legfertőző képesebb. És sajnos, mivel az idős korosztályt érinti legjobban, én egy szakirodalomban olvastam, hogy úgy kell elképzelni, hogy az idős betegek úgy néznek ki, mint egy vírusszák, aki önti. Evel magyarázható az a rengeteg asszisztensnő és orvosnak a fertőzése a kórházakba a járvány elején, mikor még ugye nagyon nehezen tudták azonosítani is, meg hát az első része a fertőzöttségnek ott akkor tiport a kórházakban. Szeretnék egy pár adatot azért a WHO adatai közül elmondani, hogy azért nem olyan rémisztő ez az egész, csak mindenki azért megvan érve jogosan, de a WHO adataik szerint a három jellemzője van a betegségnek, a magas láz, ez 88%-ban meg szokott jelenni, a száraz köhögés, ez 68%-ban, fáradékonyság 38%-ban, és előfordulhat produktív köhögés is, nehéz légzés, torokfájás, fejfájás, izom vagy ízületi fájdalom, hidegrázás és nagyon ritkán hányás vagy hasmenés.
A megbetegedéseknek 14%-a és csak 14%-a súlyos lefolyású. Tehát az a nagy átlag azért ezen úgy esik át, meg főleg a fiatalok, hogy vagy nem is veszik észre, vagy nagyon enyhe tünetekkel. De sajnos van ez a 14%, amivel azért foglalkozni kell, és ez egy súlyos fertőzés lehet. A betegeknek 6%-ánál alakul ki kritikus állapot, tehát akiket mindenképp kórházba kell vinni, és itt mivel már tüdőgyulladás van és légzéselégtelenség, ezek sajnos azok, akik közül aztán ki fognak kerülni azok, akik lélegeztetőgépre kénytelenek szorulni. A letalitása, tehát ez a mortalitás, ez 2-3%, tehát az összbetegeknek a 2-3%-a, de itt főleg a súlyos betegeknek a 2-3%-a sajnos bele tud halni ebbe a betegségbe. Itt a kockázati csoport, ez a 60 év feletti idősebb emberek, és amiről még egy picit szeretnék beszélni, mert erről nagyon keveset beszél a szakirodalom, ugyan nincsenek, még sok eredmény nincs, és nem bizonyítottak a tények, de a várandós nőkről egy pár szót ejtenék, mert itt korlátozott adatok állnak még rendelkezésre, de úgy néz ki, hogy ők is ugyanúgy, mint a fiatal korosztály, úgy esnek át ezen a betegségen, de ami biztos, hogy az anyatejben nem tudták kimutatni a vírust. Tehát itt az orvosok véleménye változó, de inkább afelé hajlik, hogy ezek a nők úgy fognak átesni ezen a fertőzésen, hogy remélhetőleg a csecsemő meg a kisbabák nem fognak fertőződni. És még a gyerekeknek az érintettségéről szeretnék egy pár szót szólni, hogy hasonló a felnőttekhez, de ők nagyon enyhe tünetekkel, és nagyon-nagyon ritka a szövődmény. Bocsánat, csak hogy a várandós asszonyok, várandós hölgyek, tehát mit tanácsolsz nekik? Hogy a várandós hölgyek hogy viselkedjenek? Nekik is ugyanazt tudom üzenni, mint majd később itt az javaslatokban el is fogom mondani, hogy ugyanazok a szigorú szabályok betartására, és amit amúgy előírnak a járványügyi szakemberek, tehát kötelező módon be kell tartani mindent a várandós hölgyeknek, és csak ne féljenek. Következő, hogy milyen esetben kell orvoshoz fordulni? Igen, mik ezek a lépések, és hogyha ezt így szépen lépésről lépésre elmondanak? Igen, mert ezt sokszor megkérdezik tőlem is. Itt a betegségnek tulajdonképpen a tünetei azok hirtelen kezdődnek, és legalább háromféle dolog kell legyen ahhoz, hogy a COVID-19-es betegségre gondoljunk. Az első az a hirtelen kezdetű nagyon magas láz, 38 fok fölötti láz, köhögés, ez lehet száraz vagy produktív, azt már elmeséltük, és a légszom, hogyha ez a három triász, ez valakinél egyszerre megjelenik, vagy fokozatosan, hogy először csak a láz, utána elkezd köhögni, és utána még jön egy fulladás is, az azonnal orvost kell hívjon. Ugye itt előírás az, hogy a beteg nem megy, telefonon konzultál az orvossal, de vel a három triásszal itt azonnali orvosi segítségre és beavatkozásra van szükség, és az orvos tudja majd a kellő mentőt vagy a kellő szakembert a címre küldeni, és én azt szoktam javasolni, hogy azok az emberek, akik például itt tartózkodnak Magyarországon, és nincs házi orvosuk, vagy véletlenül nem tudják éppen utolérni a házi orvost, azok a mentősöktől is tudnak tanácsokat kérni, tehát lehet a mentőt hívni ilyen esetben, meg a környéken, interneten meg kell keresni, hogy melyik az a kijelölt kórház, aki ezekkel a betegekkel foglalkozik, és akkor meg kell kérni egy családtagot, vagy valakit, ha más nem egy taxit, vagy ilyenkor a szomszédok is segítenek, mert ugye beöltözve azért be kell szállítani, mindenképp egy ilyen típusos beteget be kell szállítani a kórházba, mert ez kivizsgálásra és kezelésre, és akkor a kórházba lesz majd eldöntve, ott a szakemberek tudják eldönteni, hogy haza tudják engedni ezekkel a típusos panaszokkal, vagy kórházi kezelésre van szüksége. Tehát ez lenne a gyanús eset. A gyanús eset az a három triász. Viszont vannak olyan esetek is, amikor hirtelen nem mind a három, de csak egy jelenik meg, mondjuk csak a láz, viszont az illető tudja, hogy az utolsó tehát azelőtt 14 nappal előtte, az ő tünet előtt, ő találkozott egy olyan emberrel,
akinek igen, utána konfirmált pozitivitása lett és covidos, az azonnal menjen orvoshoz, aki ebbe a kategóriába tartozik, hogy kontakt volt, és nála is megjelentek a tünetek, mert neki szüksége van egy tanácsadásra. És nagyon-nagyon fontosak a védőeszközök ebben az esetben, és míg eljut az orvosig. És azt még van egy olyan eset, hogy aki viszont súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, és fennáll nála a köhögés légszőm tüdőgyulladás, az mindenképp kórházi ellátásra szorul, és annak is, azt elmondtam az elején is. Tehát nem kell várni, ha nem sikerül orvost telefonon kontaktálni, akkor el kell indulni az első kórház felé, ahol ezeket a betegeket vizsgálják, vagy ahol elkülönítve ez interneten megtalálható vidéken is, meg a mentők is nagyon, nagyon készségesek és fognak segíteni. Ez a vége itt ennek a záró mondata az lenne, hogy mindenki maradjon otthon, próbálja magára vigyázni, mert exponenciális ez a fertőzés, ugye kitért arra, hogy mennyire fertőz ez a vírus, és ez azt jelenti, hogy egy emberből 10 lesz beteg, 10-ből 100, 100-ból 1000, 1000-ből 1 millió. Tehát robbanásszerűen tud fertőzni, és sajnos ezzel nem most jelenleg nem nagyon tudunk tenni semmit.